Sziasztok! A mai videóban egy klasszikus feladatnak a megoldását hoztam nektek, nevezetesen tedd a zárójelben lévő igéket a megfelelő ige időben. Ebből hoztam nektek ötöt, öt nyilván olyat, amiben van valami pici tipp, trükk, vagy éppen nem a legkönnyebbek közé tartozik, pont azért, hogy megmutassam ezt nektek, hogy ne kövessétek el ezeket a hibákat, és hogy olyan lehet egyszerűen pár lépésben megoldani bármiféle ilyen mondatot. Nyilván mindennek az alapja, hogy jól tudjátok az igeidőket, pont ezért a shortokban váltunk, és a mai nap, ma este már a videókban, innentől fogva 12 napon keresztül a 12 igeidőt fogom elmondani röviden a YouTube shortban, képzését, használatát mindenféle igeidőnek, úgyhogy meg lesz, ez azt jelenti, hogy pár másodpercben mindenki megkapja a képzését, használatát az adott igeidőnek, az összes igeidőnek konkrétan, ami az angolban van, tehát 12 napon keresztül ez lesz a YouTube short, úgyhogy ma este is már ezután a videó után, ez nyilván kell ahhoz, hogy jól menjen a fordításnak, és hát fordításnak, lényegében fordításnak, a feladatnak a megoldása, amely ugye tedd az árujelben lévő igét a megfelelő ige időbe. Nézzük is akkor, és kezdjünk is bele. Nagyon fontos, felírtam ide ezt a segítséget, mert megint csak ezt fogjuk követni, két dolgot, az első fordítás, a második pedig, hogy megkérdezzük, hogy ez a mondat, ez folyamatos vagy nem folyamatos igeidőben van, tehát hosszan tart-e vagy nem tart-e hosszan. Vagy nem tart hosszan. Így helyesebb a dolog. Nagyon sok diák itt követi el a hibát, hogy ránéz, lát egy határozó szót benne, és rögtön asszociál egy igeidőre, hogy na az oda való, és már húzza is be. Fogalma nincsen arról, mit jelent a mondat. Egyszerűen csak megy előre. Én erre azt szoktam mondani, néz, de nem lát, tehát nem fordítja le a mondatokat. Mi lefordítjuk a mondatokat. Mindig ezzel kell kezdeni, mert akkor tudod te igazán, hogyha érted, hogy mi az, amit csinálsz. Akkor lesz meg az, hogy a lépéseket tudod tartani, és fel tudod magadnak tenni a kérdést, hogy ez hosszan tartott, nem tartott hosszan, azaz folyamatos igeidő lesz, vagy nem. Mert akkor ugye mindig csak kettő közül kell választani, nem pedig 12 közül. Na de mutatom akkor. Első. By 6 o'clock tomorrow, I finish my work. Ugye by, azt tudjuk, hogy rajre, tehát 6 órára holnap én befejezem a munkámat. Tehát ez egy jövőbeli mondat. Tehát kiesik nekünk a jelen és a múlt, marad nekünk a jövő igeidő. Van ugye négy, egyszerű, folyamatos, befejezett és befejezett folyamatos jövő. Eddig jó. Következő ugye lépés, tehát hogy megvan a fordításunk. By 6 o'clock tomorrow, I finish my work, tehát holnap 6-ra be fogom fejezni a munkámat, hogy ez folyamatos vagy nem folyamatos, tehát egy hosszantartó igeidő, vagy egy nem egy hosszantartó igeidő. Ugye ez a következő kérdés. Nézzük meg, ugye be fogom fejezni, hát be tudok valamit fejezni hosszan. Tehát azt a cselekvést csinálom sokáig, hogy befejezek valamit, hát nyilván létezik, de nem ez a gyakori. Úgyhogy kiesik nekünk a folyamatos jövő és a befejezett folyamatos jövő. Marad az egyszerű jövő, és marad a befejezett jövő. A kettő közt pedig megnézzük ugye, hogy az egyszerű jövő olyan cselekvés, amit spontán döntök el, hogy mit fogok csinálni, holnap ezt fogom, holnap azt fogom csinálni, vagy ugye a befejezett jövő, valamikorra be fogok fejezni egy cselekvést. Ra-re, benne van nekünk ez a határozó szó, fordítás is stimmel, úgyhogy semmi más dolgunk nincsen, tudni a képzését ennek az igeidőnek, amely will, have és az ige harmadik alakja. Szóval by 6 o'clock tomorrow I will have finished my work. Nyilván, mivel ige harmadik alakja, rendhagyókat nagyon kell tudni. Alap dolog, igeidők része már az egyszerű múlttól kezdődően. Plusz, ami nagyon fontos, és befejezett jövőnél figyeljetek rá, a will lesz a segédigéd, nem pedig a have. Tehát ha itt he lenne, hogy ő be fogja fejezni a munkáját, akkor is have-et fogok írni. Jó? Tehát will have, a will a segédigé, ez kapja meg a not-ot, és ez megy előre kérdést is ugye a sorrend szerint. Úgyhogy semmiképpen nem szabad itt will has-et, még akkor sem, hogyha he lenne nekünk az alany. Meg vagyunk. Nézzük tovább. They leave before we returned. Ők elindultak, mielőtt mi visszatértünk. Szóval elindultak, ugye nem tudom másképp fordítani, mert visszatértünk, van nekünk egy múltbeli cselekvésünk. Tehát ők elmentek, mielőtt mi visszatértünk. Van nekünk egy múltunk, tehát ez biztos, hogy múlt idő lesz. Megvan a fordítás, megvan nekünk, hogy múlt, nem jelen, nem jövő, múlt. Következő, folyamatos vagy nem folyamatos.
Hát elmentek, mielőtt visszatértünk, semmi nincs, ami hosszúságra utalna, hogy mennyi ideig mentek el, két órán keresztül búcsúzkodtak, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy maradunk annál, hogy ez bizony vagy egyszerű lesz, vagy pedig befejezett múlt megint csak, ugye ez a kettő közül választunk. Akkor jönjük az egyszerű múltat, múlt egy időpontjában megtörtént cselekvés, hát ez még igazából igaz is lehetne. Nézzük a befejezett múltat. Olyan cselekvés, amely egy másik múltbeli cselekvést megelőzően ment végbe, tehát kettő múltbeli cselekvés közül, amelyik korábban történt. Ők elmentek, mielőtt mi visszatértünk, akkor ez korábban volt. Ja, hát akkor meg is vagyunk. Mi kell a következőleg? Befejezett múlt képzése, amely head és az ige harmadik alakja. Megint csak. És a leave az ugye már egy rendhagyó ige, leave, left, left. Minden számon és személyben head lesz a segédige, úgyhogy megírom az headet, és utána pedig az igének a harmadik alakják. Ők elmentek, mielőtt mi visszatértünk. Megint csak mondom, mi kell hozzá? Kell az összes igénynek képzés használata, minden nap YouTube short. Persze hosszú videóban, minden videóban ez megvan. YouTube shortban minden nap ez meg lesz nektek, úgyhogy az elég pár másodpercben tudni fogjátok. Menjünk tovább, jön a hármas. I know her since my childhood. Én ismerem őt gyerekkorom óta. Én ismerem őt a gyerekkorom óta, ugye ez jelennel fordítom le, akkor már meg is vagyunk, hogy ez jelen lesz. Jön akkor a következő lépésünk, hosszan tart vagy nem. Gyerekkorom óta csinálom ezt a cselekvést, hosszan tart, hát akkor ez egy folyamatos cselekvés lesz. Folyamatos cselekvés lesz, vagy folyamatos jelen, amit ugye most csinálok a beszéd pillanatában, kimondom, csinálom, vagy korábban elkezdtem, és még most is tart. Hát gyerekkorom óta, és még most is ismerem, hát ez befejezett folyamatos jövő. Na és akkor itt kell nagyon-nagyon figyelni. Azt mondod, hogy igen. Tökéletesen igaz a befejezett folyamatos jelennek a használatára ez a mondat. Ismerem őt gyerekkorom óta. Viszont mindig, amikor neked kijön, hogy ez az igeidő folyamatos, mindig vizsgáld meg, hogy az az ige, az statikus ige, vagy nem statikus ige. Mit jelent ugye a statikus ige? Lehet-e folyamatos alakba tenni? Van-e folyamatos alakja? Tehát lehet-e hosszan csinálni, vagy nem? Tudod-e azt a cselekvést csinálni, hogy te ismersz valakit hosszan? Akkor csináld. Vagy akkor ne csináld. Nem tudod, igaz? Tehát az ismerni valakit, az egy statikus ige. Tehát nem tudod befejezett folyamatos jelenbe. Ilyenkor viszont ugye felugrik egyet, nem befejezett folyamatos lesz, kiveszed a folyamatos szócskát belőle, és csak befejezett jelenbe ugrik fel. Mert abba viszont muszáj vagy tenni. Befejezett jelenne pedig ugye have-hez és az ige harmadik alakja, tehát have és az ige harmadik alakja, have known her since my childhood. Tehát fontos, statikus igék. Jó, ebben nagyon sokan bele szoktatok esni ebbe a dologba, hogy tökéletesen használjátok azt az igeidőt, mert tényleg ez az igeidő használata, de nem figyeltek arra, hogy az ige statikus ige-e. Úgyhogy mindig, amikor kijön a folyamatos, hogy igen, ez egy folyamatos igeidő, ez legyen az jelen, múlt, jövő, mindig nézd meg, statikus ige, ha statikus, akkor semmiképpen ne tedd folyamatosba. Ha lehet, akkor természetesen hibátlanul te ezt beteheted. Négyes. How long you be in London? Mióta vagy Londonban, vagy mennyi ideig voltál Londonban, ugye hát ezt többféleképpen meg lehet így kérdezni. Na most megint csak, ugye milyen többféleképpen meg lehet kérdezni, de a lényeg ugyanaz, hogy ugye mióta vagy Londonban, vagy mennyi ideig voltál Londonban, nézzük meg mind a két fordítása is. Tehát ez, akárhonnan nézem, ez nagy lehet jelen, és lehet múlt is. Nagyon fontos megint csak nekünk akkor, hogy megkérdezzük, lehet-e hosszan, vagy nem hosszan csinálsz a cselekvést? Mióta vagy? Hát akkor már elkezdted ott vagy, nem? Hát akkor lenni. Tudod azt a cselekvést csinálni, hogy lenni, hogy vagy? Azt tudod folyamatosan, hosszan, sokáig csinálni? Ha igen, akkor mutasd meg, hogy hogyan csinálod azt, hogyha nem vagy. Mutasd meg azt, hogy nem vagy valahol. Statikus ige. Tehát lehet, hogy tennéd ezt folyamatosba, de statikus ige. És nagyon-nagyon nem. És mivel a how long ugye két dolgot jelent, ugye mióta, mennyi ideje, vagy meddig, úgyhogy itt nincs igazából erre való utaló tényező nekünk, hogy ez most akkor ténylegesen múlt, vagy pedig befejezett jelen, mert ugye más nem nagyon lehet, nem lehet ugye folyamatos, tehát vagy egyszerű múlt, vagy befejezett múlt, egy cselekvésünk van, tehát marad az egyszerű múlt. Mivel nem lehet jelen, vagy nem lehet folyamatos, ezért nem lehet folyamatos jelen, és nem lehet befejezett folyamatos jelen se, vagy egyszerű jelen, vagy befejezett jelen,
Viszont ugye befejezett jelennél lehet befejezett folyamatos jelennél a how long, mint kérdőszó. Egyszerű jelennél nem, ugye hiszen az egy olyan jelenbeli cselekvés, amely a beszéd oltában nem zajlik, amikor mi kimondjuk. Tehát vagy befejezett jelen, vagy pedig egyszerű múlt lesz. Ezt majd szövegkörnyezetben ugye könnyebb lesz kivenni. Tehát meddig voltál Londonban, vagy mióta vagy Londonban. How long have you been, ugye have-hez és az ige harmadik alakja. Vagy pedig ugye, hogyha egyszerű múltba akarjuk, akkor tudjuk, hogy a létigének külön ragozása van, ugye váz vagy vőr lesz belőle, egyes szám egy és egyes szám harmadik személyben váz, az összes többiben vőr. How long were you in London? Tehát ennek kettő megoldása van. Én ezt zárójelbe teszem, inkább ugye befejezett jelen az, ami erősebb. Jó, megint csak figyeljünk oda, statikus ige, ez is, itt is erre odafigyelni. És akkor jöjjön az utolsó. Én enni akarok most. Ez egy nagyon jó dolog. Egyből, amikor valaki meglátja ezt, hogy most már nem is gondolkozik. Nem is fordítja le. No, meglátja most, folyamatos jelen, írjuk befelé. Megint csak. Tehát enni akarok most, jelen, lefordítottuk. Folyamatos vagy nem folyamatos. Most akarom. Tehát azt a cselekvés, hogy akarom, azt tudom hosszan sokáig csinálni. Csináld azt, hogy akarod. Hogy csináld azt, hogy akarod? Hiába ott van benne az, hogy most neked nem tudod ezt csinálni, tehát vagy egyszerű jelen lesz, vagy befejezett jelen ebből a cselekvésből, de ugye befejezett jelent múlttal fordítjuk, talán mindig is akartam enni, de az nem most akarok enni, úgyhogy mivel nem lehet folyamatos jelen, ezért ez csak egyszerű jelenbe tehető ez a mondat. Úgyhogy hát ezeket a mondatokat hoztam nektek, fontos megint csak fordítás, folyamatos vagy nem folyamatos kérdést feltenni, és akkor azon az igeidőn belül, amit kiválasztottál, hogy jelen, múlt vagy jövő, azt neked innentől átnézni, hogy ezt lehet-e hosszan csinálni, vagy nem lehet hosszan csinálni. Ha lehet, akkor a két folyamatos közül választani, ha nem lehet, akkor pedig nyilván az egyszerű vagy a befejezett között. Borzasztó nagy különbség van minden egyes igeidőben ezek között. Úgyhogy ez lesz az, ami nektek segít ezeknek a klasszikus feladatoknak a megoldásában, de ugye ne felejtsétek el, hogy nem ilyen feladatokat akartok megoldani, vagy nem ez az angol tanulás, hogy ti ilyen feladatokat oldjatok meg, hanem ami a fejetekben van magyarul, azt fordítsátok át angolra. Viszont hát általában ilyenekkel gyakorolnak a diákok és a könyvek is ilyenekkel vannak tele, de most már ezt is tudjátok, hogyan kell megoldani az ilyen típusú feladatokat. Fontos alapja tehát mindig mindennek ugye az igeidők ismerete. Ma is, és innentől fogva 12 napon keresztül YouTube Shorts, minden nap egy igeidőt elmondok, gyorsan, röviden képzését és használatát ma estétől kezdve. Úgyhogy ha ezt is akarod látni, plusz tetszett ez a videóm, és szeretnéd megnézni a többi videómat is, ez elég hülyén hangzik. Szóval, hogyha tetszett a videó, kommenteld, lájkold, oszd meg, a könyvem elérhető, nyugodtan rendeld meg, ahol szépen elmagyarázom a angol nyelvtan szépségeit. Egyszerűen, ha szeretnél hozzám járni órára is nálam tanulni, vagy éppen a cégedet szeretnéd hozzám beiratni, nyugodtan írjál e-mailt, honlapomon minden elérhető, hívjatok telefonon, és találkozunk a következő videómnál este, meg minden este, de a hosszú videómnál majd egy hét múlva. Sziasztok!